Sziasztok, fiúk, lányok! Csütörtök reggel van, és úton vagyok az edzőterembe. Bár egyáltalán nincs kedvem egyébként, de úgy voltam vele, hogy muszáj. Ha már kifizettem a bérletet, akkor el kell, hogy menjek. Igazából ezért választottam olyan edzőtermet, ahol hűségnyilatkozat is van, hogy legalább ez motiváljon arra, hogy elmenjek. Mert tudom, hogy hamar feladnám, ha nem így lenne. Szóval, ja, most úton vagyok oda. Most tettem le egyébként a gyerekeket a suliba, és gyorsan 40 percet fogok maradni. 8:30-ra fogok odaérni, úgyhogy 9:10-kor végzek is, és utána caplatok haza, mert be kell fejeznem még az előző videót nektek, hogy ma tudjam posztolni. Úgyhogy, ja. Most megyek, és edzek egyet. Sikerült elkészülődnöm. Ugye hazaértem, gyorsan lezuhanyoztam, és elkészülődtem. A videót is sikerült befejeznem, az előzőt, úgyhogy azt összevágtam, és elkezdtem feltölteni. Úgyhogy még van 5 percem, mielőtt indulni kell, úgyhogy valószínűleg be fogok még csapni gyorsan egy kávét, mert reggeliztem, ettem pirítós kenyeret, simán vajjal, az volt a reggelim. Igaz, azelőtt kellett volna, hogy egyek, mielőtt elmentem az edzésre, de nem volt időm, úgyhogy utána ettem, se baj. Jó lesz ez így is most. Úgyhogy gyorsan elindítom ezt az adagot, és utána rohanok is a munkába.
Na szóval, fiúk, lányok, végeztem itt a konyhával. Nem mutattam meg minden részét, mert nyilván annyira nem érdekes, de mivel már kb. Van egy hete is, hogy nem láthattatok mosogatni, ezért azt beraktam egy kicsit, hogy ne szakítsuk meg a hagyományokat, ugye legalább egy héten egyszer megmutatom, hogy szoktam mosogatni, mert biztos nincs otthon elég mosogatni valótok, még engem is nézni akartok, ahogy mosogatok. Na de, viszont van egy kis probléma a hűtővel, ugyanis folyik, a kezdetek óta folyik, ez nem újdonság egyébként, mert ez ilyen önolvasztós hűtő, és és a tartálya az egy kicsit el van ferdülve, és csak negyed annyi vizet tud tárolni, mint amennyit kellene neki. És valaki nyitva hagyta tegnap éjszaka a hűtőt, szóval egész éjszaka résnyire nyitva volt, ami ugye azt eredményezte, hogy rengeteget olvasztotta magát, mert befagyott egy kicsit a hátulja, és ugye nyilván a hűtő a programját azt próbálja csinálni úgy, ahogy kell, és ezért önolvasztást végzett folyamatosan. És szóval most folyik egy kicsit nagyon. Ez a kezdetektől fogva problémát okozott, egy kicsit jobban fel kell venni rajta a hűtő fokozatot, és úgy nem folyik, de ugye nyilván, hogyha nyitva hagyjuk az ajtaját, akkor minden hűtő ezt csinálja. És ugye ennek igazából ennek a hűtőnek csak annyi a baja, hogy ez a tálca, amiben az önolvasztást végzi, az el van ferdülve, és kifolyik belőle lényegében, amit leolvaszt. Ugye más hűtőknél lerakódik a tálcában, és idővel ugye elpárolog magától általában, mert nem szokott sokat engedni a hűtő azért. De ugye mi nálunk ez úgy van, hogy ez mellé folyik szinte az egész. Úgyhogy most ez sikerült is megoldani ezt a problémát, úgyhogy mindent visszarakok a helyére, aztán folytatom. Na szóval, most, hogy láthattatok egy kis részletet abból, hogy milyen az, hogyha szépen rendezetten zajlik az élet itt mi nálunk, most akkor megmutatom, hogy milyen általában. Ugyanis az, hogy sikerül dolgokat elintéznem, és még edzeni is van időm elmenni, ez nem annyira sűrűn van, mint az, amit itt most éppen láttok, és még csak nem is látjátok az egészet, csak a negyedét látjátok, és a konyháról ne is beszéljünk, természetesen, de ugye azt nem fogom megmutatni, mert ebben a videóban is már láthattátok egy kicsit, szóval térjünk át akkor a szobámra, ami így néz ki, amit látok bele. Ennél többet nem is merek megmutatni, mert hagyjuk. Ott is vannak dolgok, ott is vannak dolgok, itt is, ott is, ott is, ott fönt is. Az ágy nincs beágyazva, az azért nincs beágyazva, mert tudtam, hogy le fogom húzni az ágyneműt. De most, hogy így gondolkodom, mivel holnap szeretnék edzeni menni, ezért ma nem fogok hajat mosni, és lehet, hogy ez így marad. És majd csak holnap fogom lehúzni. Lehetséges. Na de, ma nem így terveztem egyébként ezt a mai napot, mert már este 8 óra van. És úgy volt, hogy nem kell annyira sokáig dolgoznom, de aztán a főnök asszony megkért, hogy nem lehetne, hogy majd kicsit tovább maradj, mert van egy hiányzó emberünk, a beugrós pedig visszamondta, és nem érne rá. Tudják, hogy két hetente, amikor be tudok menni szombaton dolgozni, akkor nincsenek gyerekek, szóval mondhatni ráérek estig is, akár zárásig. És hát először úgy volt, hogy 18.30-ig kell dolgoznom, aztán változott a terv, és zárás lett belőle, úgyhogy most értem haza az előbb.
És nem szeretnék így lefeküdni, és holnapra rengeteg tervem van, szeretnék elmenni bevásárolni is, mert ugye ma lett volna az, hogy elmegyek bevásárolni, de mivel ilyen későn nem értem haza, ezért nem tudtam, már este 8-kor hova menjek a boltba, nyilván. Szóval közben elkezdem itt egyébként a pakolászást, olyan dolgokat, amik nem kéne, azt inkább ne lássatok. A fehér neműről beszélek, igen, ezt ide rakom. Akkor holnap kell elmenjek bevásárolni, viszont úgy terveztem, hogy holnap reggel az edzőteremben kezdem a napot, mert ugye így két hetente hétvégén van időm vasárnap beugrani, és egy normál eset edzeni, mert hétköznap, amikor el tudok menni, az ilyen 40 perc max, nagyon max 40 perc, amit ott tudok tölteni, szóval ezért szeretem, amikor van vasárnap időm elmenni, és normálisan edzeni, és szüneteket is úgy tartani, ahogy azt kéne, nem csak végig szaladni az egész edzéstervemen. Meg hát ugye, amikor hétköznap megyek, akkor végig se tudom csinálni az egészet, hanem csak a legfontosabb részeket, vagy éppen amit arra a napra terveztem, azokat a dolgokat csinálom meg. Úgyhogy ez most így egy kicsit változott a terv, mondhatni. Ezért most próbálok sok mindent megcsinálni most estére. Majd nem fogok nektek mindent megmutatni, mert nem sok az aksia kezdem rülni a kamerának, szóval nem sokat tudok úgy felvenni, ahogy én azt szeretném. Meg amúgy is ugye gyorsabban haladok, hogyha nem videózok. Amúgy is mindig láttok takarítani, és ebből áll az életem lényegében. Főzök, mosok, takarítok, munkába járok, gyereket nevelek. Ugye, mint mindenki más. És amúgy egyébként ezek a videók azért készülnek, hogy tudjátok, hogy nem vagytok egyedül. Nálunk is ugyanez van mindig. Főzök, mosok, takarítok, én ezt csinálok, azt csinálok. És sosincs idő semmire sem, mégsem. Mindent csinálok mindig, de még sincs idő soha semmire. Ez érdekes egyébként, de mindegy. És mindig így néz ki a lakás. Hogy én ezt egyébként, ugye, aki már elég régóta követ, az tudja, hogy régebben háztartásbeli anya voltam. És nagyon ritka volt az, hogy ennyire szétszórt legyen a lakás, meg minden. Azért sokkal jobban rendben tudtam tartani, mint manapság. Ugye rengeteg időt elvesz a munka, nyilván, hogyha egész nap munkába vagyok. De mondjuk ez az, hogy én azt gondoltam, hogy ha majd egész nap munkába leszek, akkor nem lesz itthon senki, aki koszoljon. Csak arra nem számítottam, hogy amikor este hazaérünk a munkából, meg a suliból, meg a mindenhonnan, hogy annyira fáradt leszek, hogy még azt a napi kevés teendőt sem lesz. Se kedvem, se energiám megcsinálni. Ezt nem vettem számításba. És egyébként így tud összejönni ez így hétvégére. Már csütörtökön abba hagyom ilyenkor a pakolászást, takarítást, meg mindent. És ugye így szombaton és vasárnap, ugye általában vasárnap szoktam kitakarítani normálisan. És ugye most is ezt tervezem, csak ugye mióta beiratkoztam az edzőterembe, azóta próbálok odafigyelni arra, hogy ha már fizetek érte, nyilván kifizettem az egészet, akkor már el tudjak menni, mert fontosnak tartom azt, hogy kondiban tartsam magamat, ugye azért már lassan 30 fölött vagyok, és mert már 30 vagyok amúgy, egy hónap múlva 31. Na mindegy, de azért fontosnak tartom, hogy kondiban tartsam magamat, mert azért szeretném még látni az unokáimat is, meg részt is szeretnék venni az életükben, meg minden. Szóval, ja. Ezt elég fontosnak tartom, és ezért próbálok időt szakítani rá, ha már úgy van, hogy na, akkor már el tudjak menni, de nem mindig jön össze.
Egy héten legalább kétszer próbálok eljutni. Már a héten voltam, amit láthattátok, szóval... Ja, tényleg, és tegnap elmentem és megvettem a szülnapi ruhámat. És így néz ki. Ugyanis szülinapomra a barátnőm azt mondta, hogy elmegyünk vacsorázni egy ilyen kicsit elegánsabb étterembe. Szóval vettem egy ilyen szép kis rózsaszín bársony ruhát, amit várom már, hogy felvessem. Úgyhogy ezt majd fel is rakom az akasztóra mindjárt. És vettem egy fekete kabátot is hozzá, mert nincs annyira hosszú kabátom. Mondjuk ez ebből is ki fog lógni a ruha, már felpróbáltam a kettőt együtt. De úgy gondoltam, ez mégis azért stílusosabb lesz. Amúgy is a fekete szövet kabátom már tönkre ment, úgyhogy kellett volna, hogy vegyek egy másikat. Úgyhogy most vettem egy hosszabbat, mert ugye én ilyen térdigérőt szoktam venni általában a szövet kabátból, de most hosszabbat vettem ugye ez miatt. És valószínűleg majd melegebben fog tartani. Reméljük. Na, ez így nagyjából megvan. A fehér nemüket szeretném kamerán kívül megcsinálni. És nem is tudom, hol tartottam egyébként itt a beszélgetésben. De... de ja, szerintem az lesz, hogy én bedobom a zenét a fülembe, és nekiesek, és nagy gőzzel nyomom, nagy gázzal, mindent. És lehet, hogy nektek csak előtte és utána képeket mutogatok, mert holnap is szeretnék videózni egy-két dolgot azért, szóval nem szeretném, hogy ezt töltse ki a videót. Vagyis hát szerintem ezt a mai videót most be fogom még ma este fejezni, vagy nem tudom. Ez az, amikor eltervezek valamit, és mégsem úgy van. Mert mindent szeretnék megcsinálni szépen holnapra, mert ez az egy hétvégén van, ugye két hetente van egy hétvégén, amikor össze tudom tényleg szedni a lakást, vagyis hát eredetileg lenne rá időm, de nincs, mert minden ide kitolódik. Minden, amit szeretnék csinálni a héten, és nem jön össze, az mindig egy nappal később. Utána mégse sikerül megcsinálnom azon a napon, majd akkor egy nappal később, majd mindig később, később, később. És a két hét alatt eljövünk ide, a hétvégére, ami azért lenne, hogy tudjam azt csinálni, amit szeretnék, de nincs idő, mert még mindig azt kell csinálni, amit kell. Mondjátok, hogy átérzitek ezt ti is, mert én ezer felé van az agyam mindig. Na de, mindegy. Nem siránkozok. Örüljünk annak, hogy van mit elpakolni, van rengeteg ruha, amit el kell pakolni, van ágynemű, amit le kell húzni, van egy macska, akiről gondoskodni kell. A gyerekek, ugye, örülök neki, hogy van kinek főznöm holnap, mire jönnek haza. Ugye ez egy nagy áldás egyébként, úgyhogy nem fogok siránkozni, hanem csak befogom a számat, örülök annak, amin van, és megcsinálom. Mert hálás vagyok mindenért. Hálás vagyok értetek is egyébként, hogy még mindig ennyi év után is nézitek a videóimat. Egyébként mindig szoktam látni még a neveket, akiket még az első évben láttam. Még mai napig látom a neveiteket egyébként, nehogy azt higgyétek, hogy nem. Látlak titeket, és nagyon hálás vagyok, és köszönöm, hogy még azóta is néztek és kitartatok mellettem. Ez nagyon jó érzés egyébként. Köszönöm szépen. Most viszont belevetem magam a kupiba. Na szóval, most már bátran megmerem mutatni, hogy hogy néz ki a szobám. Már csak a tükröket kell majd megtakarítani és felmosni. Ezen kívül mindent megcsináltam itt a szobában. Minden tökély. Majd még nyilván ugye holnap az ágyneműt le kell húznom, de amint említettem, holnap még megyek majd edzeni, szóval nem mosok hajat, úgyhogy ezt azért nem szeretném megcsinálni, de szépen rendet raktam itt is. És nem szeretném mutogatni a fehér neműket. Ezen kívül megcsináltam nagyjából
Nagyjából, nem 100%-osan, még ágyneműt kell húzni, majd a frisset holnap húzom fel csak, amikor hazaér Melanie, attól függetlenül letakarítottam itt neki mindent, a padlót is majd még fel kell mosni, valamint ezt kell majd még felrakni a felső részére ennek a szekrénynek, de amúgy egyébként erősen gondolkozom rajta, hogy körülbelül 20 nap múlva viszem vissza Bélát a második oltására, szóval van értelme felrakni oda, hogy utána megint levegyem? Nem tudom. Na mindegy. Aztán a fürdőszoba az nem készült el, szóval itt még ugyanúgy van minden, ahogy volt. A tükröt nem tudom mennyire látjátok, hogy mennyire szörnyű, de nagyon szörnyű. Valaki ezt letörölte szerintem törölközővel, és azért lett ilyen. De itt is, igen, ez igen, olyan, amilyen. Aztán a konyhát is sikerült megcsinálnom. Most itt nagyon rosszak a fényviszonyok, ne haragudjatok, de minden el van mosogatva, az asztal le van takarítva, minden csili-villi itt is. Nappaliban is sok mindent nem kellett csinálni, csak megcsinálni ott az ágyat, vagyis a kanapét, valamint leportalanítottam itt még azokat a ragasztókat, majd le kell szednem, amiket Csabika oda ragasztott, de amúgy itt minden okés. Aztán haladjunk tovább. Igen, ez itt Csabika szobája, ő most éppenséggel egy Lego autónak az építésében van, itt látszik is. Ezt az autót próbálja felépíteni. A többi pedig úgy oda történt. Ez az egész hetes munka, én ide nem sűrűn jöttem be ezen a héten, szóval, ja, ez azért néz ki úgy, ahogy, mert keményen dolgozott a kis építményein, és hát jól érezte magát. Na, maradjunk ennyiben. Úgyhogy ez majd még vár rám holnap a fürdővel együtt. Na szóval, fiúk, lányok, másnap reggel van már, és most jöttem haza a bevásárlásból. Úgyhogy gondoltam, megmutatom nektek, a menütervem is itt van valahol. Szóval a menüterv a hétre az volt, hogy rakott karfiol, rántott hús sült krumpli, gulyásleves palacsinta és grízes tészta. Sajnos karfiolt ezt nem találtam most, ugye vasárnap van, már nem töltötték fel a zöldséges pultokat, és a többi, szóval azt az egyet nem találtam, szóval azért majd még el kell menni a héten. Valamint juice-okat sem vettem most, hanem majd veszek a héten azt is, mert már ez is rengeteg minden volt, amit fel kellett hozni, szóval így is megszakadtam. Na de, gyorsan kezdem itt a hűtős részlegen, hogy minél hamarabb el tudjam őket pakolni. Vettem egy csomag csirkemellfilét, mert egy csomaggal van még, és ugye a karfiolt, a rakott karfiolt azt én csirkemellből csinálom, ledarálom, és úgy szoktam csinálni, és ugye kelleni fog még a rántott húshoz is. Aztán a gulyásleveshez sajnos nem találtam kisebb kiszerelést a marha húsból, úgyhogy ezt ketté fogom szedni, és elrakom majd egy másik alkalomra a második felét. Valamint vettem hamburger húsit, mert ez mindig jó, ha van itthon, ebből sok mindent ki tudok hozni. Vettem szalámit, ilyen téli szalámiszerű szalámit. Vettem mini birtliket Csabikának, ő ezt nagyon szereti. Ezt szokta enni csak így magában is. Aztán vettem fagyasztott epret, mert szeretjük a turmixokat, ugye, és már ki voltunk fogyva az eperből. Banán az még van, szerencsére, de azért vettem banánt a hétre. Ezt fogjuk enni a héten, és szerintem az pedig turmixba fog most már kerülni. Aztán zöldségek közül vettem karalábét levesbe, mert legutóbb a tavaszi levesbe raktam karalábét, ilyen kis karalábék voltak most csak, nem volt nagy. És nekem is ízlett, és Melaninak is, és én még nyersen is ettem. Régen, mikor
kicsi voltam kislánykoromban, mamámnak a kertjében mindig volt karralábé, és az az első kertjében volt, mert ugye volt az első kert és a hátsó kert, a nagy kert, de az első kertben voltak a karralábék, és akárhányszor mentünk, mindig szedett fel nekünk a kertből, megmosta, és úgy ettük, ahogy volt. Úgyhogy ez az íz, a karalábénak az íze, az a gyerekkoromat hozza vissza amúgy. Már jó régóta nem ettem karalábét, és múltkor, ahogy ettem, ó, basszus, de jó volt. Na mindegy, szóval karalábé is kerül a levesbe, valamint vettem zellert is, zeller is fog belemenni. És szerintem ennyi az zöld fügyékből. Vettem avokádót is az avokádótól a hétre. Vettem kettőt. Zöldséggyümölcs ennyi, aztán vettem egy kiló rizst, egy kiló cukrot és egy kiló lisztet, ezt mindig szoktam venni, 30 darab tojást, mert az előző 30-as pakkot már megkezdtük, és ugye a rántott húshoz is kelleni fog, ugye most is mindjárt megyek majd edzeni, de előtte csinálok tojást, azt fogom enni, úgyhogy elég sok tojást fogy el itt egy héten. Aztán vettem egy liter ilyen nagyon zsíros tejet, ebből lesz majd a tejber is, és vettem hozzá sűrített tejet, ezt szoktam belerakni, és ettől nagyon finom íze van a tejber isnek. A grízes tésztához vettem eperlekvárt a hétre, mert van itthon málna barack, kétfajta barack, van őszi barack és van sárga barack, és van, hogy hívják, áfonya is, de az eper megy a legjobban, őszintén szólva, úgyhogy a többit a süteményekbe szoktam általában használni. Aztán készülök egy süteménnyel mára, ami tudjátok, ez a brownie, csoki puding és tejszín, felvert tejszín. Ezt fogom ma készíteni, meg a gulyáslevest, és van még rétes tészta a hűtőben, és fogok csinálni csavart sajtosat belőle, ez lesz a mai menü. A gyerekeknek szerintem nagyon fog tetszeni. Aztán így nosolnivalónak vettem a gyerekeknek ilyen vaníliás pudingot, ilyen kis csoki golyócskákkal, ezt nagyon szeretik. De most nem vettem csak egy csomaggal, mert találtam a Nesquiknek ezt a kis csokicskáit, csoki szelet, nem tudom micsoda. És ez új volt, úgyhogy gondoltam, ezt ki fogjuk próbálni, vagyis hát a gyerekek. És ezért vettem egy ilyet és egy ilyet, hogy mérsékeljük a csoki bevitelt. Valamint vettem nekik ilyen kis epres ivójoghurtot, ezt mindig szeretik. És én is Melanie nagyon szeretjük a stracciatellás joghurtot, úgyhogy vettem kettő csomaggal ebből viszont, mert Sabikának még van Danonino a hűtőben. Vettem egy doboz tejfölt is, mert kelleni fog a rakott karfiolhoz is, meg akár csináltok a rántott hús mellé egy kis szószt hirtelen belőle, hogy ne pazaroljuk el, ami megmarad. Aztán vettem vajat, mert kifogytunk a vajból. Egy csomag vaníliás cukrot, mert múltkor a sütibe kellett volna, és nem volt már itthon, úgyhogy vanília kivonatot kellett beleraknom. Aztán csokapik Csabikának, Melaninak még van a gluténmentes gabonapehely, úgyhogy neki most nem vettem. Aztán reggelikre vettem ilyen kis brióskákat csoki darabokkal. Melaninak nem vettem a gluténmentes dolgokból, mert ő legfőképp a gabonapejhet szokta reggelizni, vagy gyümölcsöket, joghurtot, szóval nem fogy neki olyan hamar az ilyen kis süteménykéi a reggelire. Csapó 2, megtelt a memória, majd le kell ürítenem a memória kártyát most már. Nem egészen tudom, hogy mit mutattam meg eddig és mit nem, de szerintem nem mutattam meg, hogy vettem gofrit 2 csomaggal. Ez lesz a különleges szülinapi reggelie Melaninak szombaton. Szombaton lesz a szülinapja. És gondoltam, valami különlegeset fogok neki csinálni reggelire, mivel az egész napot a trambulin parkban fogjuk tölteni. Az volt a szülinapi ajándék kérése, hogy oda menjünk, és hagyj vihesse magával a legjobb barátnőjét. Szóval ezt kapta ajándékba.
Ezen felül ugye az egész napot ott töltjük, ott fogunk étteremben ebédelni, és a különleges reggeli lesz az ajándék, valamint amikor hazajövünk, addigra rendeltem egy tortát neki, egy Hello Kitty-set, úgyhogy ez az egész ajándéka, ez az egész nap, és ennyi. Azon kívül ugye vettem neki már korábban, mivel nem tudtam, hogy mi lesz pontosan, ezért vettem neki korábban ugye a kis tükröcskét, meg egy-két apróságot, szóval már nem fogok neki semmi mást venni szülinapjára, úgy érzem, ez bőven elég, az az egész nap. A pénztárcám is úgy gondolja, hogy ez bőven elég lesz. Úgyhogy különleges reggelinek kulófri lesz, tejszínhabbal, csoki öntettel, gyümölcsökkel, ami éppen lesz itthon. Aztán, ugye mivel van új kávéfőző, és már kezdek kifogyni ezekből a kis kapszulákból, ezért körbenéztem ma, hogy mik a lehetőségek, és találtam egy-két dolgot, ami izgis, de először is megvettem a szokásos kávét, amit szoktam inni. Nekem ez a hosszú kávé vált be ettől a Tassimótól, nekem ez ízlik a legjobban, de vettem karamell macchiatót is, úgyhogy ezt majd mindjárt ki is próbálom egyébként, és csokis cappuccinót. Néha Melanika szokott velem kávézni reggelente, nyilván ő csak koffeinmenteset iszik, de gondoltam, a cappuccinóban azért csak nincs olyan sok koffein, mint egy rendes adag kávéban, és szerintem örülne neki, hogyha ilyen nagylányos kávét ihatna, ilyen cappuccinót, de csoki is, szóval nem hiszem, hogy bármi kár tud okozni ez a cappuccino, de azért utána fogok nézni alaposan, hogy van-e benne koffein, és ha van, akkor mekkora mennyiség, mert eddig nem láttam, ide nem írta, hogy lenne benne egyáltalán, de nem is néztem át alaposan, őszintén szóval. Aztán reggelire és nasinak még gondoltam ezeket a kis dörmi mackókat is, mert nagyon szeretik mind a ketten, úgyhogy néha napján, vagy akár amikor mennek ugye a napközibe ezt vinni uzsonnának, ugye tökéletes lesz. Valamint vettem ugye brownie, ez lesz ma a süti, a mai süti, a brownie, csoki puding, és lesz hozzá ugye ez, szerintem ezt már elmondtam. Nem, az a baj, hogy mivel megszakadt a felvétel, nem tudom, hogy mit mondtam már el, és mit nem. Úgyhogy ne haragudjatok, hogyha ismétlen magamat, és mutattam már dolgokat, vagy hogyha kihagyok valamit, de nem emlékszem. Nem emlékszem, hogy mit mondtam el, és mit nem. Na de mindegy, szerintem végül, de nem utolsó sorban, vennem kellett dezodort, ugye úgy volt, hogy tegnap tudok elmenni bevásárolni, de az nem jött össze, mert dolgoznom kellett. És a normálban szoktam általában venni, mert ott olcsó, itt az Oceanben szinte aranyáron lehet kapni ezt a dezodort, de nem volt más választásom, mert teljesen kifogytam, és nyilván mindjárt megyek edzeni, szóval muszáj lesz dezodort használnom, mert nem szeretnék én lenni az edzőterem büdöskéje. És most viszont akcióban volt a tusfürdő, most legutoljára ezt vettem, és ez nagyon tetszik, nagyon jó az illata, és a szokásos Dove tusfürdő egyébként, ez mindig jó krémes, hidratál, imádom. És most ugye úgy volt akcióban, hogyha kettőt vettünk, a második nem fél, kevesebb, mint fél áron volt, és ezért gondoltam, kipróbálom ezt a fresher-t tőle. Az illata az egyébként nagyon jó ennek is, és ugyanaz a családból van, ugyanabból a családból van, úgyhogy gondoltam, biztos jó lesz, ezzel nem tudok mellé nyúlni. Na de, szerintem, remélem, megmutattam mindent, amit vásároltam. A menütervet ugye azt elmondtam, remélem azzal sikerült egy-két ötletet adni nektek is. És mivel már túl sok időt elpazaroltam ezzel a bevásárlással, ezért most gyorsan el fogok pakolni, megreggelizek, iszok egy jó kis macchiatót, és szaladok is az edzőterembe. Gyorsan megreggeliztem, fiúk, lányok, és most ugye másfél órát evés után pihenni kell, mielőtt edzeni mennék. Ezt egy edzőtől hallottam.
Szóval, az alatt a másfél óra alatt, vagyis hát nem az, hogy pihenni kell, csak hogy nem szabad addig elkezdeni edzeni másfél óráig, evés után. Egy jó tettem most egyébként, nem mutattam meg, mert csak tojássántottát tettem pirítós kenyérre. Szóval gondoltam, az egyáltalán nem érdekes, úgyhogy azt nem mutatom meg. De az alatt a másfél óra alatt, amíg nem tudok elmenni, addig gondoltam, megcsinálom a hátralévő dolgokat a takarításból. Ugye tegnap este megmutattam végig, hogy mennyi mindent csináltam meg. Csabika szobája és a fürdő van még hátra, valamint felmosás az egész lakásban. És nyilván újra fogok porszívózni, mert tegnap este nem akartam nagyon hangoskodni, szóval csak úgy nagyjából porszívóztam ki, mert tudjátok, fürdés után rühellem, hogyha akármi is van a padlón. Szóval mindenhol kiporszívóztam, Csabika szobáját kivéve. De hát oda pedig nem mentem be ugye már este. Szóval a terv az az, hogy ezt fogom addig csinálni, amíg nem tudok elindulni. Ugye először is beágyazok, aztán megcsinálom Csabika szobáját. Elindítottam egy mosást egyébként, mert gyönyörűen kisütött a nap, és amiket tegnap kiraktam, már majdnem meg vannak száradva. Úgyhogy azt is még szeretném elintézni, mielőtt elindulok, hogy tudjanak száradni napközben a ruhák. És ugye lehúzom az ágyneműt az én szobában is, és Csabikájéban is. És a három ágynemű az már ki fog tenni majd egy újabb adagot, szóval azt is majd el kell, hogy indítsam. Azt lehet, hogy le fogom vinni megszárítani, mert az ágyneműk azok nem olyan sok időt vesznek igénybe szárítás szempontjából. Úgyhogy kifulladtam az ágyazásba. Úgyhogy ja. Úgyhogy ezt fogom most csinálni. És utána megyünk edzeni is megint. Nem tudom, hogy fogok-e videózni az edzőterembe. Attól függ, hogy mennyien lesznek. Ugye ebben a videónak, ennek a videónak az elején már láthattátok, hogy mit szoktam csinálni, amikor elmegyek edzeni. A többit pedig így se úgy se tudom megmutatni. Úgyhogy mindegy. Lányok, a tegnapi nap az nagyon hamar eltelt. Sikerült elmennem edzeni, és befejeztem azokat a dolgokat, amiket szerettem volna elvégezni tegnap, Csabika szobáját és a fürdőt is. Viszont nem vettem fel nektek, és miután a gyerekek hazaértek viszont, mert jóval később értem haza az edzőteremből, mint ahogy én azt terveztem, rengeteg időt trécseltünk barátnőmmel, szóval nem volt már időm megfőzni, mire hazaértek a gyerekek. De ez miatt mondjuk azért annyira nem aggódtam, mert tudtam, hogy ettek főtt ételt délben. Úgyhogy a vacsora az meleg szendvics volt és turmix. Ezért nem főztem meg ugye este, és őszintén szólva elfáradtam estére már, úgyhogy fektetés után még
csináltam egy-két apróságot, hajpakolást, meg ilyen lazulós dolgokat igazából. Leápoltam a körmeimet, ugye jó kis arcpakolás, meg egyéb dolgok. Semmi takarítás vagy főzés jellegűt már nem voltam hajlandó csinálni tegnap. Úgyhogy ma hajnalban korán keltem, és már megfőztem a gulyáslevest, mert el kellett menjek a gyerekekkel, vagyis hát el kellett készüljek, mire a gyerekeket vittem a suliba, mert volt egy fontos papír, amit be kellett szereznem, és el kellett vinnem arra a helyre, ahol dolgozni fogok egy hétig, amíg az étterem nálunk bezár most az őszi szünetben, addig én egy másik helyen fogok dolgozni egy hétig. Egyébként ezt még nem említettem, de ja, szóval ez így lesz, de ahhoz nyilván kellenek papírok meg minden, hogy ez létrejöhessen. Úgyhogy azt intéztem már most korán reggel, és próbáltam azért összeszedni magamat, ugye tegnap a hajpakolás után megmostam a hajamat, és ma reggel kivasaltam, ma hajnalban, inkább úgy mondanám, kivasaltam, viszont szakad az eső, és pára van. Úgyhogy most újra kell vasalnom a hajamat, vagyis hát nem kell, de nyilván, ha már kivasaltam, akkor szeretném, hogy az jól is mutasson. Még beérek a munkába az 5 perc alatt, szerintem azért nem fog annyira tönkre menni, mint hogy most itt caplattam mindenfelé a városba, egyik végéből a másikba, és utána vissza. Úgyhogy most ezen dolgozom. Még délután majd meg kell süssem a csavarsajtosat, és össze kell rakjam azt a brownie süteményt. De ugye ma 11-kor kezdek, szóval 3-kor fogok végezni. Hétfőnként ez általában így van, és ugye szakad az eső, szóval nem számítok nagy vendégseregre délután, úgyhogy szerintem 3-kor végezni is fogok. És 3-tól 4-ig még lesz időm majd megsütni a csavartot, és összedobni a sütit, és akkor minden tökéletes lesz, mire jönnek a gyerekek. Tudnak enni jó kis levest, csavart sajtossal, meg ugye utána a desszert is már készen lesz. Aminek biztos nagyon fognak örülni egyébként. Az nagyon fog nekik tetszeni. Úgyhogy ja, ezt csináltam csütörtök óta, egészen ma reggelig, ugye ma hétfő reggel van már, és elkezdtem tegnap este lazulgatás közben, elkezdtem összevágni azért a videót, és eljutottam ide a végéig, és gondoltam, akkor most már kerekítek neki egy befejezést, mert őszintén szólva szerettem volna nektek megmutatni, hogy tegnap még mit csináltam délután. Ugye az edzés után, ahogy hazaértem, még a takarításokat azért szerettem volna a videóba belerakni, de nem jött össze, úgyhogy úgy voltam vele, hogy se baj. Mindig van mit takarítani, szóval majd a következő videóban, vagy egy következő videóban, a jövőben majd úgy is láthatjátok ezeket a dolgokat is. Úgyhogy nem aggódom miatt, hogy hiányolni fogjátok, amúgy meg. Na de ja, szerintem ennyi is lesz akkor már ez a mai videó. Remélem tetszett és tudtalak motiválni titeket egy-két aprósággal, amit szeretnétek elvégezni. És remélem velem tartotok majd legközelebb is. Legyen szép napotok! Sziasztok!